Ismét új buszokat vesz Pécs, 4 milliárdos hitelkeret nyílik meg a közeljövőben. Nemzetközi konferencia a biztonsági kockázatokról. Cél a felismerés, csökkentés, elhárítás. Megújul a pedagógusok módszertani munkája. Kreatív folyamatok épülnek be az oktatásban. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, június 25-én, szerdán. Tartsanak velünk! Újabb buszokat vásárol a város. Az önkormányzat már elfogadta a Magyar Fejlesztési Bank ajánlatát, és hamarosan a pénzintézet határozhat egy 4 milliárdos hitelkeret megnyitásáról. A pénzt kizárólag buszbeszerzésre fordíthatja a város. Az új buszok év végére érkezhetnek Pécsre. A tavaly tavasszal elindított buszcsere program a várt eredményeknél is pozitívabb változásokat hozott. Megszűntek a járatkimaradások, be tudták vezetni a fonódó vonalhálózatot, elégedettebbek az utasok, valamint több jegy és összvonalas bérlet fogy. Ma 161 autóbusz alkotja a Tükebusz járműparkját. Ennek harmadát alkotják azok a Volvók és Krédók, amelyeket tavaly tavasz óta szerzett be a társaság. Ütemesen, reményeink szerint 1 milliárdonként fogjuk majd kiírni a közbeszerzést, meghirdetni a versenyt új buszok beszerzésére, de azért azt látni kell, hogy a buszpiac az nem olyan, mint az autópiac, a gyártók azok aláírt szerződések után kezdik csak el majd a gyártásnak a megindítását, úgyhogy ha minden a legjobban alakul, akkor is csak az év végére, jövő év elejére indulhat meg az újabb buszoknak a szállítása, de viszont reményeink szerint, mivel egy nagyobb összeg áll a város rendelkezésére, azt követően folyamatosan fognak majd újabb és újabb autóbuszok érkezni Pécs városába. A Magyar Honvédség C-17-es típusú gépe gyakorló repülés miatt érintette a város légterét kedden. Délután 3 óra körül többször is elrepült nagyon alacsonyan Pécs felett egy repülőgép. Kiderült, a C-17-es szállítógép végzett gyakorló repülést. A pápai bázison 2009-ben kezdte el működését egy 10 NATO tag és 2 partnerország részvételével felállított katonai szervezet, a Stratégiai Légiszállítási Képesség, amely a 3 hatalmas C-17-es szállítógépet üzemelteti. Hasonló eset történt idén márciusban és 2013 februárjában is. Ekkor Pogányt közelítették meg a gépek egy gyakorló repülés alkalmával. Nemzetközi tudományos konferenciát tartottak a biztonsági kockázatok rendészeti válaszok témakörében. Célja az egyes biztonsági kockázatok felismerése, csökkentése és elhárításra vonatkozó rendészeti lehetőségek megvitatása, valamint a gyakorlatban való alkalmazás segítése. Én vállalom a kockázatot, ti pedig kövessetek engem. Ebben az esetben lemondok az emberiség nagy találmányáról, az igazságkereső társadalomról. Ezt Finster Géza egyetemi tanár mondja azon a nemzetközi konferencián, amelyen előadásának témája a vállalható és nem vállalható társadalmi kockázatok. Többek között arra is keresi a választ, hogy maga a bűnözés tekinthető-e olyan kockázatnak, amelyet a társadalom kénytelen felvállalni. El lehet képzelni egy olyan társadalmat, amelyben a mondjuk minden második ember rendőr. És mindig mindenki meg van figyelve. Akarunk egy ilyen társadalomba élni? Nem akarunk. Tehát én majd arról szeretnék értekezni, hogy például a bűnözés is egy olyan kockázat, amit egy szabad társadalomnak vállalnia kell, mert ha nem vállalja, akkor a rabságot fogja választani. A konferencián többek között a kriminalisztika fejlődését, valamint a migráció kérdését is megvitatták. Ez utóbbi azért fontos, mert tavaly értük el az 50 millió migránst világméretekben. A II. Világháború óta még nem volt ekkora létszámuk, mondja Korinek László akadémikus, a konferencia fővédnöke. Mi is tapasztaljuk azt, hogy a Csongrád megyei déli határainkon rengeteg afgán, szír, harmadik világbeli menekült érkezik, és ezzel valamit kezdeni kell, és a legjobb szakemberek erre az egykori határőrök, akik tudják, hogy ezeket a problémákat hogy kell csinálni. A konferencia célja a napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére, csökkentésére és elhárítására vonatkozó rendészeti lehetőségek megvitatása, valamint a gyakorlatban való alkalmazás segítése.
A rendezvény a Magyar Rendészettudományi Társaság pécsi csoportja és a Magyar Hadtudományi Társaság határőrszakosztályának pécsi szakcsoportja szervezésében valósul meg. A szabálysértési törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a közterületeken életvitelszerűen tartózkodókat, vagyis a hajléktalanokat kitilthatják egyes területekről. Az önkormányzatok abban az esetben jelölhetnek ki ilyen övezetet, ha ott a hajléktalanok jelenléte a közrendet, a közbiztonságot, a közegészségügyet vagy a kulturális értékek védelmét veszélyeztetik. A tervezet indoklása szerint a belvárosban elsősorban előbbi három forog kockán. Az illetékes bizottság közgyűlés elé kívánja terjeszteni ismét az ügyet. Vendégünk Csizi Péter Pécs alpolgármestere, jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Egy rendeletmódosításról beszélgetünk, mégpedig arról, amelyik nagy vitát, nagy felzúdulást, nagy vihart váltott ki az elmúlt héten. Június 19-én szerepelt a közgyűlés előtt a közterületek használatáról szóló rendeletmódosítás. Ez tényleg nagyon leegyszerűsítve azt tartalmazna, hogy a belvárosban korlátozná a hajléktalanok, illetve az oda nem való személyeknek a bejövetelét, ott tartózkodását. Végül nem szavazta meg a közgyűlés. Mi várható ezután? Nem kapott minősített többséget a rendeletmódosítás. Ez azt jelenti, hogy ezt a rendeletet most nem tudjuk bevezetni. Mi úgy gondoljuk, hogy sajnos, hiszen szerintünk Pécs belvárosának és az újonnan felújított Európa kulturális fővárosára kialakított köztereknek igenis kellene, hogy egy védettséget adjunk, hiszen azt látjuk, hogy hajléktalanoknak van egy csoportja, akik ezen köztereket nemhogy nem rendeltetésszerűen használják, hanem még a járókelő pécsieket, turistákat, és sok esetben sajnos a gyermekeket is olyan módon zavarják, hogy az a mindennapi életünket, közérzetünket és biztonságérzetünket is rontja. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem a hajléktalanok ellen megy ez a rendelet. Ma több mint 1500 hajléktalan van Pécs városában, és szerintem mindannyian meg tudnánk nevezni azt a 10-15 olyan szemét, akivel gondunk van, azt a 10-15 olyan szemét, aki nem képes a mindennapi együttérés szabályait betartani. A hajléktalanok, a hajléktalan sorba jutó embertársainkat segíteni kell. Azokat az embertársainkat, akik valamilyen oknál fogva elveszítették a lakásukat, és tényleg a mindennapos életvitelük komoly nehézséget okoz, azokat, ahogy eddig is, hogy a jövőben is segíti az önkormányzat, segítjük mindannyian közös adóforintokkal, több mint 100 millió forintot költünk Pécs városában hajléktalan ellátásra, több mint 100 millió forintot költünk arra, hogy ezek az emberek egyfelől kapjanak egy védelmet, és lehetőleg megkapják azt a segítséget, akár munkahelyjel, akár lakhatással, hogy vissza tudjanak kerülni a normális, békés életvitelnek a medrébe, de mindezek ellenére azt látjuk, hogy van egy szűk, jól behatárolható csoport, akik nem fogadják el a segítséget, sok esetben jelentős alkohol befolyásoltsága alatt mindannyiunknak az életét, mindannyiunk hétköznapjait nehezítik meg, és úgy gondoljuk, hogy ezek ellen, a személyek ellen, ezen a csoport ellen viszont a legszigorúbb eszközökkel, ha kell, rendőrségi, ha kell, elzárással fel kell lépni. Mi alapján lehet majd távol tartani ezeket az embereket? A belvárostól, a kulturális értékektől? Egy évvel ezelőtt megszületett egy törvény a Magyarország gyűlésben, ami lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a rendeletük mellé komoly szankciót, ahogy említettem, ha kell rendőri jelenlétet, ha kell elzárást is tudnak párosítani. Ez az elmúlt egy év egyébként lehetőség volt arra, hogy megvizsgáljuk, hogy annál a településnél Budapest főpolgármester vezetésével került ez eddig bevezetésre, tehát hogy Budapest esetén milyen tapasztalatok vannak, és mi most úgy gondoltuk, hogy az egyéves budapesti tapasztalatok alapján feltétlenül eljött az idő arra, hogy Pécset is
bevezetésre kerüljön, egy olyan önkormányzati rendelet, ami mögött nem győzöm hangsúlyozni, egy nagyon komoly törvényi lehetőség, törvényi szankciója. Most jelenleg a városvezetés felmér, hogy mennyire igénylik ezt a rendeletmódosítást a pécsiek, ezután mi következhet, mikor lehet újra bevinni a közgyűlésbe ezt a tervezetet? Azt látom, hogy ez nem városi ügy lett, pedig szerintem egyébként egy az egyben az, hiszen nem az alapján történnek az atrocitások, hogy egy járókelő az fideszes, MSZP-s vagy jobbikos, mégis valahogy számunkra érthetetlen módon az ellenzéki pártok összefogtak, az MSZP, a Jobbik, az LMP, sőt, még a velünk szövetséges összefogás Pécsért Egyesület is úgy döntött, hogy ez a szankcionálás, ez a szigor, ez nem megfelelő, ezért nem kapta meg a szükséges többséget a rendelet. Páva Zsolt polgármester úr ezért úgy döntött, hogy megkérdezi a pécsieket. Mától számítva hétvégéig minden egyes vonalas számot egy automata segítségével felhívunk, ahol mindenki a nyomógomb, a készülék nyomógombjának köszönhetően megadhatja a válaszát. Egyfelől, hogy van-e ez a probléma, amit mi látunk, és hogy ezt a problémát kell-e szigorúan kezelni. Abban az esetben, hogyha a pécsiek döntő többsége azt a választ adja, hogy igenis egyetért azzal, hogy szigorúan védjük meg saját magunkat és a köztereinket, akkor természetesen vissza fogjuk hozni a közgyűlés elé, és természetesen minden eszközzel azon leszünk, hogy a pécsiek akaratának megfelelően bevezessük ezt a rendeletet. Ha a pécsiek úgy döntenek, hogy ez a probléma, ez nem olyan, amit ilyen markáns eszközökkel kell kezelni, akkor természetesen azt is tiszteletben tartjuk, és nem fogunk akkor a rendelet szigorításával foglalkozni. Úgyhogy a hétvégén mindenki, aki vonalas telefonszámmal rendelkezik, megkapja azt a lehetőséget, hogy döntse el, hogy a zavart keltő, hangsúlyozom, mindennapjainkat megkeserítő hajléktalanok esetében lépjünk-e fel határozottabban, ha kell, elzárással. Csizi Péter, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bemutatták a Kreatív Partnerség Magyarország projekt pécsi eredményeit. A program egy komplex intézményfejlesztésről szól. Művészeket visz az osztályterembe, de nem azzal a céllal, hogy művészpalántákat neveljenek. Cél a pedagógusok módszertani munkájának megújítása kreatív folyamatok beépítésével. A programnak 10 éves nemzetközi múltja van. A Kreatív Partnerség Magyarország hazai központi helyszíne Pécsen a Budai Városkapu iskola 7 tagintézménye. A főigazgató azt mondja, nem a művészet a cél, a művészet csak közvetítő szerepet tölt be ebben a program megvalósításban. Nem azt mondjuk, hogy most ma rajzolunk, mert rajzóra van, vagy énekelünk, mert énekóra van, hanem kitalálnak valami problémára. Tehát akár arra, hogy nem megy a matek, kitalálnak egy probléma megoldást, és a művészek más oldalról közelítik meg ezt, mint ahogy általában mondjuk a matematika tanárok. Tehát nem a matekot gyakoroltatják, hanem olyan kreatív feladatokat adnak, aminek köze van a művészethez is, és közben a matematikai tudást fejleszti. A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ volt a program elindítója Magyarországon. Először Pécset kezdték el a projektet. Cél a hátrányos helyzetű iskolák oktatási minőségének javítása. Hiszünk abban, hogy a kreativitásnak az előhívásával és a partnerségnek a támogatásával változás érhető el bármilyen oktatási folyamatban. Ez nagyon fontos a számunkra, tehát azt gondoljuk, hogy a kreatív oktatási hálózatnak a módszere alkalmas arra, hogy mind a gyerekek motivációját, mind az iskolába járási hajlandóságát és mind az iskolai eredményességét növelni tudja. A PTM Művészeti Kar Művészet Történet és Elmélet Tanszék nem csak a házigazda szerepét tölti be a projekt bemutató rendezvényen, hanem a szervezésben is jelentős szerepet vállalt. Ez a program azt célozta, hogy művész, fiatal művészek, illetve művész jelöltek legyenek azok, akik részt vesznek ebben a programban. Tehát tulajdonképpen a tanszékünk itt a közvetítő szerepet vállalta. Közvetít a program, illetve a programgazdák, valamint azon hallgatók között, akik a különböző általános iskolákban mondjuk úgy kiközvetítve vettek részt ezekben a programokban. Amint egy 10 éves múltal rendelkező nemzetközi program jelenleg több országban fut. Angliában, Norvégiában, Pakisztánban, Németországban és Litvániában. Ősszel pedig Pécset folytatják egy teljes tanévre szóló programként.
Felkerült az 50 legjobb hazai éttermet összesítő listára a Zsolnai Kulturális Negyedben található Zsolnai étterem és a belvárosi Jókai Bisztró, írja a Pécs Ma. Az egyik országos hírlap több éves sikeres hagyományát folytatva 2014-ben is megjelentette a legkiválóbb hazai éttermeket bemutató exkluzív magazinját. Idén azok a vendéglátóhelyek kerülhettek versenybe az 50 helyért, amelyekben a minőségen kívül fontos szempont az ár, azaz egy étkezés három fogása borravalóval együtt nem került többe 6000 forintnál. A Zsolnai étterem számára nem ez volt az első elismerés. A vendégek szavazatai alapján a Dining City listáján a vidéki éttermek közül harmadik helyen végzett és felkerült a Dining City top 100-as listájára is. Négy napi fogság után mentettek ki a Biocom Kft. Munkatársa egy csapadék csatornába szorult kölyök macskát. A szerencsétlenül járt állatot a Kolozsvár utca lakói etették a vízelnyelőn keresztül, majd négy nap elteltével értesítették a Biocom szakembereit. A mentőakció után a kis cicát a környékbeliek vették gondjaikba. A Biocom Kft. PR menedzsere közleményben azt írta, évente több tucatszor is előfordul, hogy a városi csapadékvíz elvezető rendszerből a legkülönfélébb holmik kerülnek elő. A cég munkatársai szedtek már ki a pécsi vízelnyelőkből, aknákból és csapadékcsatornákból személyigazolványt, pénztárcát, bankkártyát, fényképezőgépet, mobiltelefont és kulcscsomót is. Ezeket a tárgyakat minden esetben vagy visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosának, vagy leadták a rendőrségen. Elkezdte a felkészülést a PMFC labdarúgó csapata. Szerdán érkezett a csapathoz az új szakmai vezető Weber György. A csapat első foglalkozására a sajtót is várta a klub. A tervekről és a célokról beszélt az új edző stábunknak. Az első konkrét ajánlat Pécsről futott be, és utána bármilyen furcsa is az élet, ahogy aláírtam a pécsi szerződést, abban a pillanatban két ajánlat befutott, de azokat már nyilván nem is mérlegeltem. Egy nagy múltú, remélem szép jövőjű és jelenű klub élére kerültem, tehát tényleg itt lehet alkotni, úgy gondolom szakmailag, úgyhogy én nagy reményekkel várom ezt a munkát, és tényleg nagyon bízom benne, hogy itt azért én ellenfélként megfordultam, és sok babér nem termett, azért még újpesti játékosként sem nagyon, tehát egy látványos jó futballt, egy szerethető csapatot szeretnénk, ami tényleg visszacsalogatja a közönséget, mert az nagyon fontos, az a legjobb visszajelzés, és ez mindez a eredményesek párosul, akkor tényleg azt hiszem elégedettek lehetünk. Híradunk végén még egyszer főbb témáink egy-egy mondatban. Ismét új buszokat vesz Pécs, 4 milliárdos hitelkeret nyílik meg a közeljövőben. Nemzetközi konferencia biztonsági kockázatokról. Cél a felismerés, csökkentés, elhárítás. Megújul a pedagógusok módszertani munkája. Kreatív folyamatok épülnek be az oktatásban. Ez volt a Pont Ma, a Pécs TV hírműsora. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!